ott voltam, azon a, ott van az a bizonyos holtága a Tiszának, ahol történt velem az az első alapélmény, hogy a víz alól láttam egy képet, ami ma is ott van, és akkor talán eldőlt valami, én ebben hiszek, hogy eldőlt, hogy én, vagy ez az ember a vizualitásra van teremtve, és hogy ez a sorsom, és ezen kell mennem, az az ösvény ki lett jelölve. Amikor tanítok, akkor mindenkinek azt javasolom, hogy ha talált egy ösvényt magának, akkor azon menjen. Az nagyon jó, hogyha vannak segítők, akik segítenek az ösvényen maradni. Nekem ilyen volt a nagymesterem Illés György, aki segített az ösvényen maradni, és utat is mutatott, hogy merre. Nagyon vigyázott arra mindig, hogy ne érjen hozzám, hogy még csak meg ne billenjek azon az úton, de menjek. Abban nagyon nagy útmutató volt, hogy úgy mondjam. Most már mindenki által ismert nagy stúdióban dolgoztam, a világ legnagyobb színészeivel, a legnagyobb nevekkel sorban. Akkor, amikor ott voltam, akkor engem mindig úgy tekintettek, mint az Európából jött ajándékot. És ezt kell, szó szerint az utolsó filmemnél is ott volt, amit rendeztem már Amerikában. Azt mondták, hogy itt van nekünk a Lajos, mint európai, Európából jött ajándék. Mert benne van az európaiság, benne van a magyarság, de elsősorban az európai kultúrát értették rajta, hogy idehoz nekünk valamit, amit mi nem ismerünk, abszolút nem. A filmem alapján választottak, a sorstalanság alapján választottak erre a munkára, és emlékszem, hogy hát csak tudom az elmesélésekből, hogy elrohant mindenki egy bizonyos kis, egyszerű, úgynevezett art cinemába, art moziba, New Yorkba is megnézték a filmet, és mindenki rohant vissza a céghez, megmondani, hogy megvan a rendezőnk, meg ez az az ember, aki kell nekünk. Mert hogy ott felfedeztek valamit, ami elsősorban érzelmi döntő, hogy itt van valaki, aki úgy látja az embert, ahogy mi szeretnénk láttatni az embert ebben a filmben. A Magyar Művészeti Akadémia Nemzetművészeti Bizottsága a Nemzetművészet címet adományozza filmművészet területen Koltai Lajos Kossuth Díjas operatőr részére, a magyar filmművészet nemzetközi megbecsülése terén nyújtott kiemelkedően gazdag operatőri életműve elismeréséért. Felkérem elnök urat és miniszter urat, hogy adják át a díjat. Folyamatosan dolgozom bizonyos anyagokon, amit szeretnék bőle filmet csinálni. Mindenképpen jókor van, mert az ember abba a korba került, és hadd ne beszéljek a koromról, de már én is ott vagyok, hogy hát ez most nagyon jókor van. Tehát mindenképpen a rangját is nagyon magasnak érzem, mert ugye itt az Oscar jelölés, meg Oscarba való részvétel, meg Európa díj, nekem nagyon sok minden díjam van, a Prima Primissimától kezdve minden. Hogy mégis itt van valami, ami hát nagyon jól esik, hogy megvan. Ez valami mindenképpen, ahogy mondta, egy kicsit a korona mindenre, és hát ez egy nagyon nagy dolog.